Sziasztok srácok, Krisz vagyok, és ebben a videóban elmondom, hogy miért baromi nehéz youtubernek lenni Magyarországon 2018-ban. Na jó, meg azt is, hogy én milyen youtubereket nézek és miért. Csoportosítottam a youtuberek csatornáit az alábbi kategóriák szerint. Gaming, napi és heti vloggerek, educate, műveltető jellegű vagy érdekességek, tech, beauty és szórakoztatás. Na, akkor először is mondom, hogy szerintem miért baromi nehéz youtubernek lenni Magyarországon 2018-ban, utána meg rátérünk azokra a youtuberekre, akiket én nézek, mert az úgyse érdekel senkit. Az előbb felsorolt kategóriákban nagyjából már minimum 2-3 olyan ember van, aki profi szinten csinálja ezt az egészet, és képben van, hogy mégis hogyan kell felépíteni mondjuk egy videót, amellett ismeri a YouTube-nak minden csinyát, binyát, szóval így eléggé tisztában van a platformon lévő dolgokkal. Emellett van egy alapnézőtáboruk, szóval van mihez nyúlni. Ezt az alapnézőtábort mondjuk osszuk két fele, vannak mondjuk a 18 év alattiak és a 18 év felettiek. Az első csoportot nevezhetjük rajongóknak. Ők főként igazából nem magáért a tartalomért nézik az adott youtubert vagy a csatornát, hanem magáért a személyért, aki ezt az egészet, ezt az egész videós tartalmat úgymond szolgáltatja. Ehhez találtam itt tök jó kis kommentet, ezt be is fogom ide vágni. Szóval a másik csoport, akiket én a 18 év feletti kategóriába soroltam, őket inkább tudatos nézőnek tekinteném. Azért, mert ők már nem csak magát a youtubert nézik, és nem csak magára a youtuberre kíváncsiak, hanem magára a tartalomra is, szóval, hogy mondjuk az a videó, amit éppen csinált, mennyire releváns számukra, mennyire érdekli őket, és mennyire érdekes számukra. Szóval, hogyha mondjuk egy 18 év feletti tudatos néző néz egy youtubert, akit kedvel, és a tartalom is szimpatikusnak és érdekesnek találja azt, amit a maga videós szolgáltat, illetve kiad a csatornájára, akkor sokkal nagyobb a valószínűsége, hogy meg fogja nézni azt a videót. Itt a másik csoportnál, ahol mondjuk én sorolom magam, mondjuk hiába van egy youtuber, akit baromira kedvelek, mert szimpatikus a személyisége, meg vicces, meg humoros, hogyha mondjuk éppenséggel egy olyan témáról csinál videót, ami engem egyáltalán nem foglalkoztat, akkor azt nem fogom megnézni, és ez érthető. Egy youtubernek alapesetben mindkét irányban meg kell felelni a nézők felé. Milliószor hallhattuk már, hogy ha valaki elfogad egy szponzorációt, akkor eladja magát, persze ilyen is van, de egyáltalán nem minden esetben. Sőt, 2017 végére eljutottunk odáig, hogy a youtuberek nagy része inkább felvállalja a szponzorációt, és olyan tartalmat próbál gyártani, ami legalább annyira élvezhető, mint a nem szponzorált tartalmak. Ebben az esetben, hogyha mondjuk a youtuber kap egy szponzorációt, három felé kell megfelelnie az olyan nézőinek, akik 18 év alattiak és rajongók, a 18 év felettieknek, akiket én tudatos nézőknek hívok, és a harmadik fele az pedig a szponzorok. Nem is olyan egyszerű youtubernek lenni, igaz? Na szóval akkor most jöjjenek azok a youtuberek, akiket én kedvelek és követek valamilyen szinten. A kategóriánkénti 2-3 youtuber, akit én ki fogok emelni, alapvetően már felállított egy olyan minőségi határt, amit mondjuk én, mint youtuber szeretnék legalább ilyen szinten csinálni, mint ők, és most nem arról beszélek, hogy nem forrad ki még a stílusom, vagy hogy ahogyan videót vágok, vagy ahogyan beszélek, hanem igazából maga így mondjuk én személy szerint például nem vagyok elégedett a hangminőséggel, meg a képminőséggel sem 100%-osan, de pontosan ezért dolgozok azon, hogy minél jobb legyen, és ti is minél jobb tartalmat kapjatok minőség szempontjából. De ehhez idő kell, szóval ez több hónap munkájához felépíteni. Akkor most jöjjenek azok a youtuberek, akiket én nézek, és elmondom, hogy miért. Akiket én gaming kategóriába szoktam követni, az három csatorna. Az első a The VR, a második Nessai, a harmadik pedig a Game Day Iroda. A Janék nagyon szórakoztatóak, ugyanúgy Nessai-jal egyetemben is. Őket kivételesen a Rage Game-ek miatt szoktam imádni. Nagyon jól tudnak rage-elni, és az nagyon vicces nekem, szóval én imádom az ilyeneket nézni. A Game Dealer-et pedig azért, mert ahogy elemeznek és mondjuk értékelnek egy játékot, az baromi hasznos tud lenni, hogy mondjuk szeretnél valamit kipróbálni, de nem tudod, hogy mire számíthatsz, és mondjuk egy gameplay nem feltétlenül adja át. Őket kifejezetten pont ezért szeretem nézni. A napi és a heti vloggerek közül, akiket igazából szoktam, az Magyarósi Csaba, Henry Kettner és az I Have No Idea Hungary is Török Ábel.
És igazából még idesorolnám Simonfi Petit is, de ő már nem vlogol ilyen szinten. És igazából Csapát, Henryt meg Ávelt is azért szeretem nézni, mert igazából baromi érdekes dolgokról beszélnek, mármint a számomra érdekes dolgokról beszélnek, igazából ezért. Az a baj, hogy ebbe az Educate műveltető érdekességes kategóriába csak egyetlen egy olyan csatornát felsorolni, ami tényleg baromi érdekes, izgalmas számomra, és ez pedig a Culture Geeks, vagy Kultur Geeks, ki hogyan szereti. Egyszerűen ők ilyen, tényleg ez a kicsit geek vonal, de baromi érdekesen mondják el, és úgy, hogy egy tök átlag ember, szóval még én is megértem azt, hogy miről beszélnek. És igazából ez az egyik legnehezebb szerintem, hogy olyan tudományos dolgokat elmondani videóba, hogy akárki megértse és még élvezze is, ez nem egyszerű dolog. A tech kategória, igazából itt a dövijáros srácok jönnek elő megint, mert ők értenek hozzá, szóval igazából az én indokok, hogy miért őket nézem, érdekesek, jól elmondják, amiket elmondják azt, amit én szeretnék tudni. Igazából ennyi. Beauty! Tadám! Én, mint 20 éves srác, nem nézek annyi beauty videót, mint amennyit mondjuk egy 20 éves lány. A beauty youtuberek közül is vannak olyanok, akik amúgy tök érdekesen mondnak el dolgokat, és nem feltétlenül csak beauty videókat csinálnak, de mondjuk erről lettek híresek. Ilyen például a Visco Fruzsi, akinek rengeteg mindenről van videója, és alapvetően egy nagyon kedves és szerethető személyiség. És egyszer láttam élőben véletlenül, és igazából ezért kezdtem el nézni. Na, és az utolsó kategória az pedig a szórakoztatás. Igazából, amikor gondolkodtam, hogy mégis milyen csatornákat írjak így ezekhez a kategóriákhoz, hogy felsorolás szintjén ez itt előjön, itt volt a legkönnyebb dolgom. Ide két csatornát sorolnék, igazából az egyik a Pankutya, nem gondolom, hogy meg kell indokolni, hogy miért, tényleg baromi viccesek, nagyon jól összerakják a videókat, a paródiák, a kalandos részek, ez az egész filmes dolog, hogy így elindult náluk, ez nagyon jó, és tényleg azért van, hogy szórakoztassa, a másik pedig a Radics Peti, ő pedig, hát, fun. A szórakoztatás témához igazából még több más videót is ide tudnék sorolni, mert igazából valamilyen szinten minden videót azért nézek, hogy szórakoztasson, és hogy élvezzem, vagy hogy jobb kedvre derítsen. Szóval ide még lehetne bőven mit sorolni, de igazából nem szeretném így összevegyíteni ezeket a kategóriákat. Ha esetleg bármilyen kérdésetek van, vagy van ötletetek, hogy még miket írhattam volna a kategóriákhoz, esetleg véleményetek, hogy ti kiket követtek, meg miért követtek, akkor azt nyugodtan kommentben oda lent írjátok meg.